Nos, srácok, sziasztok! Ismételten egy kihívás videót hoztam el nektek. Ez pedig nem más, mint hogy összeraktam FIFA-ba a lehető legrosszabb csapatot, és ezzel játszok meccset. És megpróbálok nem nagyon gyalázatosan kikapni, tehát egy-két góllal max kikapni. Szóval így néz ki a csapat, tele 44-es, illetve 45-ös játékosokkal. Menjünk végig nagyjából a tagokon. Kapuban Richardson van, 44-es kapus, egyik középhátvédünk Redman, 44-es középhátvéd, és középhátvédünknek 40-es védekezése van, tehát úgy értitek, hogy nem ő van a toppon. Másik középhátvédünk McDonald, neki is 40-es védekezése van, jobb hátvédünk O'Kelly, 44-es kártyáról van itt szó, bal hátvédünk is egy 44-es kártya, bal szélsőnk Jones, neki legalább sebessége van, 71-es sebessége, az bronzoknál nem is számít olyan rossznak. Egyik középső középpályásunk Horn, hát ő is 44-es, másik középső középpályásunk Rabic, 45-ös, egy picit fejlődünk azért, értitek? Jobb szélsőnk az amúgy középpályás Marshall, ő is 44-es, és itt van az egyetlen 46-os kártya a csapatba, McLaughlin. Hát ő az egyik csatárunk, 67-es sebesség, 45-ös labdavezetés, 42-es lövés. Hát, mit ne mondjak. És a másik csatárunk pedig a 45-ös, Owen Evans, 66-os sebesség, 44-es labdavezetés, 42-es lövés. Szóval ez így a csapat, és 47-es rating, 78-as összhang, 5 csillagból felet kapott. Tehát ez is mutatja, hogy egy milyen csapatról van szó. Nem is akarom ragozni tovább a szót, keressünk egy ellenfelet. És próbáljunk meg nem gyalázatosan kikapni. Nézzük meg az ellenfelünket. Húha, gyerekek, ez egy full brazil csapat, elől Patóval, Chelsea-s Pato, Hulkkal, van benne Kaká, középhátvédbe Alexandro, hát erre kíváncsi leszek. Ezzel a csapat ellen egy bronz csapat, amikor a legrosszabb bronz csapattal nem egy jó dolog játszani, de majd meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Lövünk középre. Nem baj. Micsoda labdaszerzés. Micsoda lövés. Mindkettőt fogja Diego Alves röhögve sajnos. Ott a szél. Az mekkora. Az mekkora. Az mekkora. Lőd be. Lőd be. 7. perc 1-0. Egy ilyen csapat ellen a legszarabb csapattal 1-0-ra vezetünk. Nem tudom ki a gólszerző, de szépen csinálta, a kapus még beleért, de nem tudta már kipacsizni, hál' Istennek. Jones volt a gólszerző, 45-ös balszélsőnk, Defid Jones. Így tovább. Gyerekek, úgy eldugjuk a labdát, hogy ellenfelünk keresett, mint Rihanna a szüzességét. Bazd meg, azt hittem bemegy. Nem sokon múlott, de éppen, hogy mellé tüzeltünk egy jó 18 méterről. Ne már! Ne. Hát igen, bronz középhátvédek nem tudnak szerelni, most büntetőhöz jutott ellenfelünk. De ne, arra mentem! Ez hogy nem védtett ki? Egy-egy. Íveld be. Az jó. Innen be lehet adni. Piros lap. Emberelőnybe kerülünk, hál' Istennek. Nézzük is vissza. Hát ez csúnya. Ez hátulról. Ez szerintem egyértelmű piros lap, azt kell, hogy mondjam. Na nézzük meg, mit tudunk varázsolni, valami szépet. Nem jött össze. És kilépett? De miért lépsz ki? Hát srácok, egy-egy lett a mérkőzés vége, viszont kirédzett az ellenfelünk, szóval keresünk még egy ellenfelet. Bazd meg, Ronaldo. Ez hihetetlen, Ronaldója van ilyen kártyáink ellen. Pff. 44-es, 45-ös kártyák versus 93-as Cristiano Ronaldo. Nagyon örülünk neki. Szét fog futni. Nézd meg. Még bóckodik is. Csá. Fölé. Nem sokan múlott, de nem sikerült kapura tennünk normálisan ezt a lövést. Nem baj, próbálkozunk. Iszko. Ott van. Jaj, gyerekek, 1-0-ra vezet 22. percbe, de férfias gólöröm. Hát nagyon szép gól, sajnos kapusunk csak nézte.
És srácok, itt is az első fél idő vége, ellenfelünk 5-ször lőtt kapura, és 3-szor is találta a kapunkat, mi 1-szer lőttünk kapura, és az se talált. Arra büszke vagyok, hogy a labdabirtoklás az majdnem 50-50, ez egy tök jó dolog, szerintem, hogy annyira nem uralja a mérkőzést. Illetve az is egy nagyon jó dolog, hogy milyen csapatom van, és csak 1-0-ra vezet még. Hát remélem, egy 2-3 gólnál nem kapok többet, nézzük is meg a második fél időt. Na most talán középre, de még beadni se tudnak. De miért lép ki mindenki? Hát én nem hiszem el... Hát de baszki, wifi meg van. És gondolom, hogyha wifi van, akkor net kapcsolat is van. Miért lép ki mindenki? Én ezt nem tudom felfogni. Miért? Hát mindegy, 1-0-ra kikaptunk. Szerintem egy jó mérkőzés volt ahhoz képest, hogy milyen csapata volt a srácnak. Nem tudom, miért lépett mindkettő ellenfelem, nálam internet kapcsolat van, tehát nem hiszem, hogy ez a probléma. Illetve, hogyha nálam mégsem internet, akkor az Ultimate Teamből a főmenübe dobott volna ki, és itt vagyok, tehát úgy nem értem. Na mindegy, ettől függetlenül nekem nagyon bejött ez a kihívás, és ezzel a csapattal még szeretnék videókat csinálni, illetve nagyon szeretnék egy mérkőzés megnyerni is velük, mert az milyen dolog, hogy a legszarabb csapattal nyersz. Szóval, ha ti is támogatjátok ezt az ötletet, akkor egy lájkkal jelezzétek felém, illetve ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, következő videóban találkozunk, én Dazis voltam, csecse!